Rommel az első számú kedvenc a fogadóknál. Minden lógépben. Start elindult a nap utolsó futama, remekül sikerült az indítás az egész mezőnynek, és álomhercegnő Varga Zoltánnal veszi a legjobb startot, mögöttük pedig Larion színeit látom. Álomhercegnő, Larion és Tírja, ez az első háromló sorrendje. Leona profi is jól kezdett, és Rybárszki másik ménesi lova, New Gift is remekül kapta el a start pillanatát, ott van a közvetlen élmezőnyben, és az élmezőny tagja még Rommel, miközben a mezőny végén eléggé megnyúlni látszik. Vezet továbbra is nagyon magabiztosan, most már Larion, illetve mellette álomhercegnő. Larion álomhercegnő kettőse a frontban, mögöttük pedig már tisztán harmadik helyen Leona profi, mögöttük pedig továbbra is remek pozícióban látom versenyezni Tírját Krisko Norberttel, és New Gift is továbbra is ott van a közvetlen élmezőnyben. Jönnek a lovak most már a kanyar közepén, és nincsen változás, a start óta Larion és álomhercegnő kettőse vezet, álomhercegnő Varga Zoltánnal akár a vezetés is átveti, Larion Szalai Monika kezében nagyon szívesen galoppozik, és könnyen lehet, hogy Leona profi dupláz, mert nagyon könnyen szépen zárkozik a vezető lovak mögött szélárnyékban, már nagyon közel hozzájuk New Gift, ők négyen csatázhatnak majd a győzelemért, ott van Tűzvész Fézer Róberttel, jön az utolsó 350 méter, és a vezető lovak között kilőtt New Gift. New Gift most már egyértelműen elő van, amikor jön az utolsó 200 méter. New Gift az élen, New Gift vezet, mögött a helyezésekért nagy küzdelem. Tűzvész jelentkezik be egy jobb helyezésért, amikor a lovak az utolsó 100 méteren járnak. New Gift nyerheti a versenyt, mögötte óriási küzdelem. New Gift mögött nagy harca végén, Tűzvész nagyon oda teszi magát a végén, ő lesz a harmadik. Mára Maros megérkezik a harmadik helyre. Jó kis verseny volt, a 5. osztály meg az 5B-s futam a legszorosabb és a leginkább hát kiegyenlített, egymás hegyén hátánk tolongtak. Hát az, hogy Tűzvész első háromban lesz, szerintem az nem nagyon lehetett kérdés a mai napon Fézerrel. New Gift Bakos Gáborral győz, és Mára Maros jön a világ végéről. Ő lesz vélhetően a harmadik, 12-es, 3-as, 9-es a nem hivatalos befutási sorrend. Hát ott volt sok egy Larion, álomhercegnő, Leona profi, Tűzvész ekkor itt még csak az 5., és akkor nem látjuk, hogy a kívülről zárkózó Mára Marost, Abu Dhabinak is momentumon, hát gyakorlatilag itt 5 hosszon belül az egész mezőny. Ugye nagyon jól sikerült a két legalsó osztályú handicap futam a mai napon, ezt azt gondolom megállapíthatjuk teljesen egyértelmű. Rommel csalódás, méghozzá nem kis csalódás. A vert mezőnyben, momentum nélkül. Ugye nincs olyan nagyon messze, de csak a vert mezőnyben, és ahogy elindulott Tűzvész, picit korábban teszi, nyerhetett volna, ott van ugye bent Larion, középen Leona profi, Mára Maros lesz valószínűleg itt kívül a harmadik, igen. Leona profi negyedik, Leona profi negyedik, Larion álomhercegnő, Principessa, aztán Mayferi, Tírja, Kökény, Abu Dhabi dimenzió, Rommel pedig pontosan az utolsó. 12-3-9, hát jó hív, tehát még tippelte a túr második helyre. Rommel irányába azonban nagyon elment a játék. 6,9 a tétje.